Például én, hogy ilyen szedett-fedett ruhákban mindenféle rossz minőségű videókat kiteszek, számíthatok-e arra, hogy komolyan vesznek engem olyan emberek, akik teljesen máshoz vannak hozzászokva? Mert ha belátjuk, amikor reggel felkelünk, és az arcunk, a bőrünk, a hajunk, mindenünk kócos, kicsit ránk fér egy fogmosás ilyenek, erről nagyon-nagyon ritkán van szó. Eszméletlen jó volt. Beszéltem, és lemerült a telefonom, pedig pont azt meséltem, hogy éppen gumi van a csuklómon, és el sem vettem észre, mielőtt beültem ide a kamera elé. És abban a világban hittem, hogy ami fontos, az a pénz. Karrierem magasra vittem, de nem tudtam, ki az az én. Ezelőtt egy pár héttel elkezdtem csinálni ezeket a videókat, és fel is tettem egy párat, most már a hatodiknál, hetediknél tartok, és igazából még nem is kaptam visszajelzéseket, talán egy-két ember rábukkant így véletlenszerűen, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit is akarok, mit akarok ebből kihozni, miről szólnak ezek a videók, és mit akarok tőletek, hogyha nem akarnék valamit tőletek, akkor miért teszem őket ki így a YouTube-ra, csatornára, ahol mindenki rábukkan, vagy meg lehet osztani. És azon is gondolkodtam, hogy mi a közös nevező ezekben a videókban. Mert megfigyeltem, hogy nagyon-nagyon sok specialista van, mindenre specializálják az emberek magukat, és legalább akkor tudjuk, hogy mire megyünk be. Egy moziba, egy étteremben általában van egy jellege ezeknek a dolgoknak, és így tudom, hogy mire számítsak. És ha ezt kedvelem, akkor megnézem, akkor oda megyek. Hát itt az én kis 50 évesek klubja nevű kis csatornámba, aztán egyelőre már volt ilyen kapkodás, átcsapás, több dologról volt szó, és ki vagyok én, hogy ezeket a dolgokat így kiteszem magamról, miért kell nekem az, hogy mások nézzék azt, hogy én hogy élek, hogy gondolkodom. És ezekre a kérdésekre kezdtem el így magamba keresni a válaszokat. Igazából nem is készültem fel erre a videóra, csak ami most jön. Az egyik téma, ami ezzel kapcsolatos, az, hogy öröm vagy frusztrációból fakad az egész. Hát egyelőre most nagyon élveztem ezt a pár videó készítést, ezt a hangosan gondolkodást. És mindig van bennem egy olyan elképzelés, hogy, mint már mondtam, lehet különböző dolgokat, műfajokat választani. Tényleg annyira sok kis millió ember kínálja a termékeit, az, hogy időt töltsenek az emberek az ő általa megalkotott dolgokkal, és kihez kopogunk be. Talán ez a műfaj, amit én így kezdek kitalálni, ez talán arról szól, hogy ez igazából egy olyan mondva csinált reality show, ami igazából nem akar senkitől semmit, viszont lehet, hogy lesznek ennek egy olyan valóság jellege, az, hogy például egy kis telefonnal csinálom az egészet, gyakorlatilag alig vágom meg a videókat egyrészt. A másik az, hogy tehát nem semmiféle stáb és semmiféle olyan különösebb rákészülés nincs erre. Mert néha azon szoktam gondolkodni, hogy mi is az életünk. Az az életünk, hogy van a valóságos életünk, a családi életünk, és bejárunk munkahelyekre, és attól függően, hogy hova járunk be munkahelyre, milyen a közeg, ki vannak alakulva ilyen dresszkódok, ízlés dolgok, kellemű köröm, kell-e smink, hogy kell viselkedni, mit szabad és mit nem. Attól függően, hogy melyik társadalmi rétegbe tartozunk, járunk különböző szórakozó helyekre, ott is megvannak a szokásos
szokások, a dolgok, ahogy az emberek viselkednek, működnek, életkoronként is más és más. Ezek a szociológusok szoktak az ilyen dolgokról különböző kimutatásokat készíteni, hogy az, ami az én valóságom, az én rendszeremben elfogadható, az egy másik ember rendszerében túl kevés vagy túl sok. Például én, hogy ilyen szedett fegyet ruhákban mindenféle rossz minőségű videóket kiteszek, számíthatok-e arra, hogy komolyan vesznek engem olyan emberek, akik teljesen máshoz vannak hozzászokva. És mihez vannak hozzászokva? Nagyon sokan. Ahhoz, hogy kicsit művilágot tesznek a szemük elé, mert ha belátjuk, amikor reggel felkelünk, és az arcunk, a bőrünk, a hajunk, mindenünk kócos, kicsit ránk fér egy fogmosás ilyenek, erről nagyon-nagyon ritkán van szó. Ezt csak olyan közegben láthatjuk, például a családunkkal, a nagyon közeli barátainkkal, de amint kilépünk ebből az intim szférából, rögtön már fel kell venni egy állarcot, egy maszkot, és meg kell felelni bizonyos társadalmi elvárásoknak. És olyan, mintha mindenki más meg tudna ezt csinálni, csak én tudom magamról, hogy én nekem meg, amikor otthon vagyok, akkor nem úgy áll a hajam, meg reggel, amikor fölkeltem, akkor el van egy kicsit a bőröm, úgy oda van, kicsit ráncok, meg minden. Igen, nem, de senki nem mutatja meg magáról. Azt sem mutatja meg nagyon sehol a médiákban, ilyen helyeken, hogy milyen az egy átlag embernek az élete. Mert a tévében például általában olyan embereket válogatnak ki, akik szinte specialistái valaminek, ezek a celebek, ezek a híres emberek, ezek valami miatt befutottak, valami miatt felkeltették az érdeklődésüket a különböző produceri irodáknak, mert például összefüggően tudnak beszélni, nagy van stílusuk, van karizmájuk, van milyenük. És ezek az emberek nem dadognak. Ezek az emberek nem keresik a szavakat. Ők tudják, hogy kell beszélni. Az ilyen nőknek gyönyörű a bőrük, kecsese a tartásuk, és a hajuk mindig valahogy meg van csinálva. Biztos elmentek fodrászhoz, de ők ezt meg tudták oldani. Miért van az, hogy ezt a világot támrítják elénk, és látjátok, én most például keresem a szavakat. Ilyen érdekes módon ritkán szerepel médiákban, ritkán szerepel olyan csatornákon, amit mi nézünk. Lehetséges azért, mert az átlag emberek nem kerülnek olyan helyekre. Az ilyen embereket lehet, hogy ha például egy mezőgazdász és valamilyen kukoricatermészről beszél, akkor lehet, hogy az ő valóságát valamennyire láthatjuk valódi módon. De még az is elképzelhető, hogyha egy olyan riportban működik, vagy vesz részt, akkor a kamera ki fogják vágni. Most akkor ezt kivágja minden egyes blö szavamat? És pedig, ha megfigyelitek, nézzetek körül az emberek között, a barátaitok között, hogy beszélnek az emberek, milyen hangnemben beszélnek, hányszor rontják el a mondatot, hányszor csapnak be saját szavukba, hányszor nem tudják megtalálni a megfelelő szót, főleg így 50 éves kor körül, amikor már ugye már a memória is kezd kicsit ellaposodni. És talán valahol ezekre a dolgokra szeretnék én rámutatni, hogy én nem tudok mást ajánlani, csak azt, hogy megpróbálok egy olyan 52 éves nőnek a világát bemutatni, ami szerintem, én nem tudom miért, úgy gondolom, hogy más embereket olyan azért érdekelhet, mert magukra ismerhetnek ebben. Nem egészen úgy természetesen, mint ahogy én csinálom, hanem végre van egy kis valóságszaga az egésznek. Végre nem minden olyan túlságosan szétsminkelt meg tökéletes minőségű, mert menjetek ki egy vasútállomásra,
vagy akik olyan városokban laknak egy metró állomásra, nézzetek körül magatok körül, hallgassatok bele emberek beszélgetéseibe, és ehhez képest mit látunk a tévébe, mit látunk a YouTube-on. Azt hiszük, hogy a YouTube-on ott magunk választunk. Azt hiszük, hogy olyan dolgot látunk, ami valóságos. Ott is mindenben van előre csinálva. Nézzétek meg az olyan embereket, akik úgymond híresek a mai világban, az ő műsoraikat, az ő YouTube csatornáikat. Nézzétek meg annak a minőségét. Hány ember szerepel mögöttük. Ezáltal egy olyan álomvilágba vagyunk bevezetve, ami bennünk szerintem valahol olyan értelemben frusztrációt kelthet, hogy mindenki másnak sikerül, csak nekem nem. Egy az egyik, amiről szerettem volna beszélni, de hogy ne fölöslegesen húzzam az időtöket, lehet, hogy most ezt kicsit megszakítom, és hogyha van egy második gondolat ezzel kapcsolatban, akkor még visszatérek, jó? Na, még visszajövök egy pár gondolat erejéig ehhez a témához. Igazából visszahallgattam, amit mondtam, és nagyon igaz, amit mondtam eddig, hogy ez itt tényleg ilyen amatőrnek tűnik az egész, és akkor lehet, hogy egész egyszerűen csak azt kell felfogni, hogy azért nincsenek ilyen dolgok nyilvános helyeken, mert senkit nem érdekel, és akkor ebben le van zárva a téma, szóval lehet, hogy nem kell ezt annyira keresni a mi érteket. De én akkor is szeretnék ezzel lovagolni, hogy ez a valóság, hogy a spirituális magasságokban próbálunk arról beszélni, hogy mi az igazság és mi a valóság, akkor persze teljesen máshogy kéne, hogy hozzájak a kérdéshez, és igazából nem hinném, hogy összefüggően tudnék erről egy ilyen szép prédikációt tartani. Én úgy veszem észre, hogy ezt nagyjából még eddig senki nem tudta megfogalmazni. Viszont, hogyha a mai ember szintjén, a hétköznapi élet szintjén beszélek arról, hogy mi az, hogy valóság, igazság, és mi az, hogy maszk nélkül élni, na hát ez egy jó kis kérdés, persze én most egy ilyen pszichológiai maszkokról beszélek, nem a másikról, hogy milyen az, amikor az ember valóságos és felvállalja azt, aki, és nem fél attól, hogy másnak kéne lennie, nem fél attól, hogy kinevetik, nem fél attól, hogy nem fogja megütni a szintet, vagy megharagszanak rá, vagy megtámadják. Tehát talán inkább erről szól az egész, hogy csak olyan emberek mernek szerintem kiállni mások elé, akik kellőképpen fel vannak arra fegyverezve. Van egy olyan magabiztosságuk, vagy önmagukban vetett hitük, Vagy olyan fegyvereik, arrogancia, vagy leszarom jellegű cinizmus, ami megengedi nekik, hogy kiálljanak emberek elé, és lesz, ami lesz. Az átlagember, a normális emberek, így mondanám, a legtöbbünk, lehet, hogy nem tudom, hogy hányan vagytok, tegyétek fel a kezeteket, hogy egyetértek ezzel, kicsit óvatosabban élünk. És én nekem ez az 50 éves témához kapcsolódva annyit szeretnék mondani, hogy talán ezért érzem azt, hogy kezd megváltozni minden, mert kezdem azt mondani magamba, hogy nem fogok mindig elbújni. Elnézést, hogy közben jövésmenés van a farmon, úgyhogy hallatszik egy kicsit ilyen plusz emberek beszélnek. És lényeg az, hogy ez is itt van, ez így van, tehát miért van az, hogy sem a filmekben, sem a tévében, sehol, még a dokumentumfilmekben soha nincsenek háttérzajok. Hogy a francba állítják be nekünk a médiavilág, hogy minden valahogy mindig csak arról szól, amit azt akarnak a rendezők, hogy szóljon, és a bakik azok nincsenek ott. Szóval, hogy én ezt a fajta valóságot szeretném itt boncolgatni, és bátorítani mindenki. Ez véletlen jó volt. Beszéltem, és lemerült a telefonom, pedig pont azt meséltem, hogy éppen gumi van a csuklómon, és el sem vettem észre, mielőtt beültem ide a kamera elé. Szóval, hogy ilyen szintű valóságokról szeretnék beszélni, hogy lehetséges, hogy ez inkább a jellemző, de nem ez az, amiről tudunk.
és mi lenne akkor, hogyha egyre inkább felismernénk azt, hogy lehet, hogy minket csak becsapnak. Lehet, hogy felolvasok egy verset, amit ezelőtt egy olyan 26 évvel írtam. Ezzel kapcsolatban. Na, elmentem a papírért. Ez egy ilyen írás, versecske, amit ezelőtt olyan 26 évvel ezelőtt írtam. Persze azért elkaptam a férjem szövegét is, és a gumiba a hajba, hogy jobban neki lássak ennek az olvasásnak, és ráadásul az utolsó verszak hiányzik, szóval ez egy ilyen pillanat volt az életemben, amikor egy ilyen áttörés volt, és egy kicsit, amiről beszéltem, azért jutott eszembe ez az írás, ilyen versféleség, aminek az a címe, hogy fordított világ, fordított világ. Én abból a világból jöttem, ahol talán te most élsz. Én abban a világban éltem, ahol te most jársz, kélsz. És abban a világban hittem, hogy ami fontos, az a pénz. Karrierem magasra vittem, de nem tudtam, ki az az én. Voltak barátaim, nem tudtam, miről szólnak. Voltak álmaim is, bizonyítani a mának, hogy sokra viszem, megteszem, és egyre ez lett a szerepem. Abban a világban úgy tűnt, hogy mindent elértem. Akkor ott nem tudtam, hogy a mindent így lekésem, hogy a márkák csak árnyak, pecsétek és cselek, azt, hogy minket becsapnak, fel sem tűnt, sőt, kellett. Médiák döntöttek, hogy mit vesek és hol, mert ingereim felkeltek, és beszívtam a port, mint a kokaint, mert az is volt. Egy ilyen zsákutcában éltem, boldogan és szépen, és a föld beleremegett szinte, mikor tudatom feltépte a valós világ burkát. Hirtelen apró lettem, és furcsán éreztem magam, sőt bután, mint egy újszületett bárány néztem magam körül tudván, hogy mostól semmi sem a régi. Nem lettem sem szebb, sem fontosabb, csak emberebb. Nem lettem sem gazdagabb, de talán igazabb. Ha rán nézel, nem látsz különösebb változást, de talán érzed a szívem mosolyát. Most valahogy minden egyszerűbb és közelibb, és egyre elhalkulnak szavaim, hogy meghallgassam a világ muraját, már nem én üvöltök, de hallgatom a csend szavát. Ha abban a világban élsz, ahol éltem, hogy ebből bármit is értenél, kétlem. De gondolj csak bele, nekem vagy elment az eszem, vagy valami tényleg történt, ha azt állítom, hogy van egy fordított világ. Ez volt egy írás. Nem tudom, hogy megállja a helyét, de ilyeneken szeretek gondolkodni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.